Megnyitottuk a strand szezont, hiszen szép az idő, május eleje van, a hazai egészségturisztikai szolgáltatók köztük az a több mint 200 fürdő, amely a turizmusban is fontos szerepet játszik. Fölkészültek a strand szezonra, felújításokkal, apró műszaki fejlesztésekkel, karbantartásokkal, parkok megújításával, virágok kiültetésével, és természetesen a munkatársak megfelelő felkészítésével a legtöbb strand létesítmény megnyitotta a kapuit. És ehhez most már a május 1-i hétvégéhez képest, hál' Istennek az idő is sokkal kedvezőbb, úgyhogy szeretettel várnak mindenkit a hazai strandok, és ezen a sajtótájékoztatón természetesen nem csak a fürdőkről, az épített fürdőlétesítményekről, hanem a tavak, folyók mellett lévő természetes fürdőhelyekről is szó volt, hiszen a balatoni körnek a vezetője is jelen volt, illetőleg a strandolás egyik elmaradhatatlan része, a Fajdlalt is megjelent természetesen, a Magyar Cukrászok Ipar Testülete hozott három nagyon újfajta és rendkívül ízletes fajdlaltot. Ezt is egy picit szerettük volna propagálni, mint az idei strandszezon, és hát mint általában a strandszezonoknak egy nagyon fontos részét, hiszen egy jó fajdlalt nélkül gyakorlatilag nincs jó strandolás. A Széchenyi pihenőkártya egy rendkívül jól működő, és azt hiszem, hogy a belföldi turizmus nagyon nagyban segítő rendszeré alakult. Ugye három bank bocsátja ki ezeket a kártyákat. Tavaly 73 milliárd forintot költöttek el a Széchenyi pihenőkártyákról a belföldi turisták, és tudni kell, hogy a belföldi turisztikai költésnek körülbelül egy negyedét, tehát 25%-át finanszírozzák szép kártyáról. Magyarul ez olyan 290, közel 300 milliárd forint belföldi turisztikai költést jelentett összességében. Ami még biztatóbb hír, hogy tavaly a költésnél, a 73 milliárdnál a feltöltések még nagyobb összeget, 76 milliárd forintot értek el. Ennek zömét az idei év során fogják a belföldi utazók elkölteni, és hát ez egy nyilván örömteli hír. Tavaly nagyjából 10%-ot bővült a belföldi turizmus. Idén ez a növekedés talán nem fog megállni, ehhez minden reményünk megvan, hiszen egyre több pénz áll a családok rendelkezésére, és a családi adókedvezmények bevezetésével az egyre több Széchenyi pihenőkártyára föltöltött összeggel. Fantasztikus a fürdők és a hazai szállodák kínálata. Nagyon jó fesztiválok és egyéb kulturális programok várják az érdeklődőket, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az idei turisztikai szezon, már ami a nyári strandszezont illeti, rendkívül színes, szórakoztató, változatos lesz. De természetesen a strandszezonon kívül is van, illetőleg lesz majd élet, hiszen azok a fedett szolgáltatások, amelyek inkább majd ősszel, következő ősszel és télen fognak majd egyre nagyobb szerepet játszani, azok is egyre jobb programokkal várják a tisztelt hazai utazóközönséget, a vendégeket, úgyhogy mindenkit bíztatnék egy szép belföldi utazásra.